Valami barom már megint este 10-kor itt a játékokat csinál, hogy nézzétek. Látjátok? Na, szóval, kicsikét ezzel fogjuk zárni majd a hetet, elnézést kicsit megszüntettem itt a szőrzetemet, itt meg kurva sok maradt a hajam, még kicsit hülyén fogok kinézni a következő pár hétben, amíg végre Borbéhoz megyek, nem Bordé, Borbé. Viszont addig is mutatok nektek egy olyan játékot, ami lehet, hogy páratoknak elkerült a figyelmét, de ha gyereketek van, főleg a kisebb, repüljetek rá, jó? Nagyon rendkívül, very fucking much, mint így a szarra, oké? Nagyon toljátok neki. A lényeg az, hogy most körülbelül szokásos módon nagyjából 25-30 percet fogok mutatni belőle, el tudjátok dönteni, hogy szeretitek-e, nem szeretitek. Én vagyok az ajánlótok, jó? Tehát, hogyha esetleg nem tudjátok, hogy mi az Istennel játszatok, nyugodtan kattintsatok ide és nézzétek meg, a fogalmam sincs már hány részből álló demonstrációt, de mindegyik egy gyöngyszem. Szóval, természetesen New Game-et fogunk tolni, természetesen Spirit Guide-ok vagyunk, jó? Az nekem bőven tökéletes, elég, köszönöm szépen. És szart se látok belőle, szóval biztos, hogy jó lesz. Hajrá! Úgy. Most mondjátok, hogy nem, kurvára cuki, de tényleg, tehát ilyen, nem tudom, Pixar, Disney szinten egyébként fordítok kicsikét, nem tudok fordítani, csak mindegy, ezzel pulzálunk egy jót. De tényleg ilyen fordítok, gyönyörű, szép rajzfilmes kidolgozás az egészben egyébként, szóval tényleg véleményem szerint tetszeni fog mindenkinek az égvilágon. Az a helyzet, hogy... ja, megint meg kell szoknom az irányítás, gyerekek. Az a helyzet, hogy amiket itt bemutatgatok, azok két kategóriába esnek. A hatót nem játszottam végig, vagy mindent is ismerek belőle. Általában az előbbi szokott lenni. Egyetlen egy egyszerű okból, amit nagyon jól ismerek és szeretek, az bizony végigjátszást érdemel. Általában ez szokott lenni a végeredmény. Na de, előfordul az a kellemetlen helyzet, amikor bemutatok valami ilyet, ami nekem kizárólag online verzióban van meg, ami azt jelenti, hogy streamelem. Ez azért kellemetlen, mert hiába van nekem egy istenverte 2 gigabites netem, mert van 2 gigabites netem, amennyiben esetleg az internet istenei úgy döntenek, hogy a jó édes anyámat, és mostantól nem foglalkoznak velem, akkor szokott itt laggolni, jó? Tehát, hogyha valami ilyesmit láttok esetleg, hogy megakad a képernyőn bármi az égvilágon, akkor az hiba az nem a ti készüléketekben van, de sajnos mi csak nem is az enyémben, jó? Tehát ott bizony Telekom lesz, vagy pedig Sony, ez a két opció van. Nem tudom melyik a kettő közül. Előre is elnézést kérek minden egyes ilyesmitől. Ha rájönnék, hogy hova a herébe kell mennem, az egyébként nagyon sokat segítene rajtam. Ott sokkal nyitottabbnak tűnnek a dolgok. Mármint nem liberálisan, hanem olyan... na, értitek. Ott van valami szellem! Az anyád, gyere ide! Gyertek ide! Szellemkékek, gyertek! Oda megyek a szigetre. Oszt, jól megvilágítalak. Gyere, te pénisz! Azaz! Megyünk! Ja! Azaz! Azazazaz! Zaza! Hopci, lesz most... annyi parlagfüvet írtottam a napokban ki a kertben, hogy az valami félelmetes. Jó, augusztustalan egy növény. Na, gyere! Na most akkor jól oda megyünk, aztán megverjük, mint a kötelező lenne. Ezzel kicsit ütünk, azzal meg nagyot ütünk, jó? Ez a lényege. Közben nekem már, én már tudom, hogy... nyádat! Annyira nem Dark Souls szintű a dolog egyébként, de azért
Igen, néha kitérést is kell alkalmazni, hol a többi? Szevasz öreg! El kell nem a szádat te... Feltéve, hogyha jó fele célozna. Szerencsére egyszerre csak egy jön, szóval... az az erről van szó, többi. Most mutatja még csak, hogy dodzsolni hogy lehet, az azért annyira nem fasza. Hoppá, valaki még volt ott! Hát mit csinálsz te ott, te péniszarcú szevasz? Azaz! Ez a szájelkenés kiváló. Elfogytak? Ja? Rendkívül, oké. Akkor most már csak azt kéne kitalálni, hogy ilyenkor mi a franc van, jó? Azt a kristályt, hogyha föltolom ezerrel. Egyszer, jó? És, ja igen. Ennek az ajtónak kell összességében kettő felét ugye meg tolnom. Nem itt kell a másikat? Mi a franc? Miért emlékeztem úgy, hogy itt kell egyébként ezt? Vagy csak akkor, hogyha mind a két fele az megvan, menjünk tovább. Nelvileg kettes számú kristály, gyere ide. Szavasz öreg, menjünk. És akkor most fogja elvileg engedni, hogy tovább... Aha! Ja, most megyek tovább majd mindjárt. Remélem. Jó, hogy engedte, oké, azt hittem, hogy cutscene lesz, de nem, nem volt cutscene. Jó, oké. Elvileg csak ennyi a dolgom, vagy? Ja, ennyi kiváló. És már nyílik is ki. Nem mondjátok, hogy nem rohadtul szép eddig egyébként. Tényleg simán bármelyik rajzfilm elé oda tudom tenni. Van dupla ugrás. Levegőben csapás is van? Nem nagyon. Na mindegy, jó. Na, megint valakinek szét kell rúgni a segét, vagy most nem? Most talán nem, gyerünk. Gyerünk, nem. Azaz. De igazából érek-e bármit ezzel, hogy megfogom aztán szépen így föl. A kristályokat azt nem tudom, de... Próbálkozik az ember, ugye? Jó. Hát ezek nem is kristályok, bocsánat. Kurva jól néznek ezek a szobrok. Szevasztok, kölykök! Csá! Oli! Bizu! Bírlak ám titeket. Ja, így interaktálok, oké. Okay, jól van. Hogy most ők is ilyen szellembigyók-e, vagy mi, arra fogalmam nincsen. Egyébként hallani, de fogalmam sincs. Na, hol van az a rótizé? Valami kő alá ment, nem? Találnám meg, hogy hol a francba. Nem nyert. Pedig itt volt valahol a közelben, nem tudom, hogy melyik kő alá mászotta. Ott van. Gyere. Azaz, beszélgessünk. Ődni.
Na, több rotot kell keresnem, ugye? Jól emlékszem, valahol itt, de... Ah, ez az, végre legalább föl tudok menni, oké. Dupla ugrás. Már nem tudom, hogy van-e értelme neki. Igazából úgy tűnik, hogy sima ugrásod is tökéletesen föl tudtam volna menni. Több rót. Hol vagytok? Rótok. Rotok. Rotik. Hussába, ze! Jön a lápi nyűnyűre, azt megesz. Azaz. Collect. Gyerünk. It's so fluffy, I'm gonna die! Nem mondjátok, hogy nem kurva cukik, de tényleg, istentelen jó. Nem is tudom hova tenni őket, hogy mi a francok egyébként, tehát... Valahol félúton vannak egyébként a minionok, meg a Dr. Wubal az adipózok között, csak bundásabbak és többet mosolyognak. Rohadt jó, nagyon jó. Hol vagy még te, rót? Na, ott van valami vagy? Nem, nincs ott, ott csak a többi van, amelyik jön utánam. Na, ott? Ott rót van? Aha, valami van ott. Jelzi nekem, tök jó fej. Kettő rotom is megvan, tök jó, oké, még hármat kell összegyűjtenem. Sajnálatos módon addig nem nagyon fogok tudni tovább menni. Hussáv az-e? Még sajnálatosabb módon egyébként, most rohadtul nagy a... Na ott meg ki van, aha. Szia, te rót! Csá! Na. Most valami nagyon brutális, legalább ilyen másfél másodperces csúszás van egyébként a felvétel. Meg a között, amit látok. Szóval elnézést, hogyha időnként beleszaladok mindenféle ilyen fákba, meg hasonlókba, rohadtul nem szándékos, jó? Tehát elnézéseteket kérem. Egyszerűen így alakult. Nem tudom miért, ennek utána fogok nézni, de tekintve, hogy két nappal ezelőtt még abban sem voltam biztos, hogy a felvevőm egyáltalán működik, ez még mindig egy sokkal jobb szituáció, jó? Na gyere, te rót! Tia! Oké, ez nem tudom mi volt, de most megbeszéljük vele. Na, van már négy rótom, oké, tök jó. Akkor még egyet kell összeszedni, hogy tovább tudjak haladni itt a dolgaimmal. Itt nincsen lent semmi, mi? Ugye? Jól emlékszem, aha, nem, nincs. Fak. Történet egyébként tök jó. Nem játszottam végig, fogalmam sincs egyébként, hogy mi lesz a befejezés. Valaki spoilerezni mer? Tudom, interneten kevés embert vágnak szájon, de megpróbálom, jó? Tehát nem spoilerezünk, oké? Ez engem rohadtul érdekel. Elejét azt toltam, baromira szimpatikus, szóval nem spoilerezünk, de a lényeg az, hogy annyira irgalmatlan módon szimpatikus nekem az egész történet. Nagyon. Nagyon-nagyon. Ugye már? Köszike. Az oké, okay. Jó. Ah, oda. Na, ezt mondtam, hogy van ott egy ilyen kis 1-2 másodperces késő sajnálatos módon. Ez az, de megoldottuk. Ott tesz egy rót. Aha, ott is van. Gyere ide, kicsi csávó. Gyere már ide. Na, szóval most a rótok azok tudnak csinálni mindenféle dolgokat. Például be tudjuk küldeni különböző helyekre. Lehet célozni, és aztán megrótni bármit az égvilágon, jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon szimpatikus tulajdonságuk nekik. Menjünk is, jó? Beszéljük meg azzal a rakásgyommal, ami ott van, hogy mi az istennyilát keresnek nálunk. Jaj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 
Na, ott is van, ott is van. Ezt figyeljétek. Na, most az a helyzet, hogy megfogom és szépen... Oda megyek, és... Hát valami kiírtódott. Rendkívüli módon, jó? Eltűnt itten a gané. Szép pirosság. Oké, meg kéne találni, hogy hova a rossz ebbe tudok menni.
Vulkán is ilyen. Fuck. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg emellek feltűnt, nem beszélek németül. Jó, tehát konyha német, az nagyon-nagyon... Ja, megvan, emlékszem. Konyha német, az nagyon-nagyon megy, jó? Tehát ami a szakmámban van, az teljes mértékben működőképes, még megbeszéléseken is részt tudok venni, de hogy én egy istenverte vonatjegyet nem tudnék venni magamnak Nürnbergben, az is hétszentség, jó? Tehát simán el tudnának adni engem a fekete piacon, és még azt se tudnám, hogy mennyiért. Mennyi? Oké, ott mi a fene? Semmi. Jó. Ez hirtelen volt. Nagy alag. Remélem, hogy következő alkalommal nem lesz ekkora. Igazából csak erre fogok tudni jönni, szóval oly mindegy, hogy most mennyire futok neki. Na gyere te. Transzba. Korán. Nem, majd most szépen kiúszunk. Javaslom nektek egyébként, hogy amennyiben lehet, akkor ne streameljetek dolgokat, jó? Tehát inkább letöltés az sokkal faszabb, hogyha valakinek esetleg PS Plus-a van. Úgy tudom, hogy Xbox-nál is van valami hasonló szolgáltatás, nem tudom, hogy hívják, elnézést kérek mindenkitől, jó? Szóval ez egy ilyen kellemetlen helyzet. Azaz. Na, hát te meg rót vagy mi vagy? Nem. Ah, értem. Várj, most hogyha én itt lejövök és... De nem volt itt semmi, bocsánat, elnézést, akkor megyünk föl. Gyönyörű szép, és ott vannak a rótjaim is. Ott van egy ilyen fiszfasz. Most akkor megyünk, ez így kellemetlen lesz egyébként, mert a rótok azok nem fognak nekem engedelmeskedni, addig, amíg le nem verem egy... Oké, köszönöm. Hát ők most elbújtak, mert megijedtek. És most akkor nekem rendkívüli módon el kell vernem egy pár péniszarcot, hogy bátorságra intsem őket, és... És ne féljenek, és akkor a helyükben is. Értem, jó, tudom, köszönöm szépen. Jó, köszi. Hol vagy? Az anyádat, hát csak elhúzott előlem, na mindegy. Nem baj. Egyet vagy kettőt azért csak leverünk véletlenül, és jó? Áááát, nem áh! Dögölné meg! Gyerünk, és ezt a fiszfaszt akkor le tudom lőni, vagy nem? Gyerünk, hagyjál békén! Azaz, és akkor elvileg már csak ezeket kell szétvernem. Fuck, gyere ide, te pénisz! Ott van! Erről van szó, oké? Okay. Van még valaki? Nem van senki, jó. Azt még ki kell lőnöm, vagy nem? Nem, azt már nem kell kilőnöm. Használjunk rotot. Most itt csinálni fogtok valamit, vagy nem? Vagy... Ja, aha, igen, oké. Okay. Töké! Kiváló! Ez az. Nem szabad szomorúnak lenni. Tudjátok, hogy az angol mondaná, don't be sad. Because sad backwards is das und das nicht gut. Na szóval. Hova megyünk? Nincs meg, jó, nem emlékszem. Oké, elnézést kérek mindenkitől. Na, ott mi van? De azt is meg kell rótni? Azt is meg kell rótni, vagyok. Oké, tehát akkor rót azt tud mozgatni különböző dolgokat. Jó, oké, értem. Jöttök, vagy nem? Most akkor meg kell mutatnom, hogy hova tegye? Jönnétek, urak, vagy nem? Vagy mi van ott? Vagy urak ezek egyáltalán? Igaz, nem tudom, hogy hova kéne tenni, de talán oda. Jó. Akkor én szeretném, hogyha ezt... fognátok és akkor így... Oda, jó? Nem jöttök? Ak, nem.
akkor megfogták, vagy nem fogták? Gyerünk! Ja, hogy ez így működik, oké, értem, akkor figyelni kell arra, hogy kék legyen, jó? Oké. Nem a falra tesszük, hanem levalóba. Például minél közelebb ahhoz a... Oda, Lici, jó? Köszönöm, urak, tök jó fejek, nem? Azért most tényleg. Nem szeretnék ráugrani úgy, hogy még mindig ott vannak alatta, szóval most ezt így kihasználom. Jó? Csak fölmennék már vaza, hogyha kenya lennék, vagy hogy hívják. Az erről van szó, köszönöm szépen! Gondolom ők tudnak utánam jönni probléma nélkül, szóval most pedig nem foglalkozok annyit. Ez... Azt hittem szét tudom verni, na mindegy, nem. Nem, itt igazából semmi ilyesmi nincsen. Ez nem God of War, tudom, emlékeztetem kell saját magamat. Jaj, na gyerünk. Talán ott? Na úgy tűnik. Keresztül? Csodás, oké. Okay. Jó. Pa meg! Internet a kapcsolat minősége nem elég jó, fuck. Ez azért engem nagyon érdekel tényleg, hogy egy 2 gigabites netnél mi nem elegendő? Mi az istennyire nem elegendő? Ezt mondja már el nekem valaki. Ezt a részét egyszerűen nem fogom föl. Na mindegy. Ha esetleg kidobna minket, akkor hamarabb fogom befejezni, de úgy látszik, hogy én meg itt csak így beklippelek dolgokba menet közben, az sem fasza. Jó, szóval akkor irányba állunk szépen. Azért ahhoz képest platformer elemek vannak benne tökig, ahhoz képest sokkal szarabb, mint gondoltam. Az meg, na még egyszer, jó? Még egy utolsó próbálkozás, remélhetően nem fogom elcseszni. I don't wanna fuck a thing. Nem rót kell nekem, vaze, hanem... egy tisztességes ugrás. Menjél már föl. Na végre, köszönöm. És akkor... Úgy látszik, hogy a kamera itt is az ellenségem. Meglippeltem szépen azt a jó édesanyád. Gyere már ki! Jó, tudjátok mit? Így fogok közlekedni kizárólag. Jó, mind a nyulak. Belegondolva egy rohadt nyulat nem láttam még, amelyik így közlekedik, de mindegy. Megvan, oké. Tökély, és akkor oda kéne menni, ugye? Rosszul látom? Nem, arra kéne menni. És akkor ott is még. Az a rót meg mit csinálott? Ha? De most mutatod az utat, vagy mi volt a terved? Biztosan. Ez az! Ön vagyunk! Még egy ilyen fiszem faszom, jó? Tudjátok mit? Az utolsó ilyen ganyé, amit elpucolok nektek, aztán majd találkozunk. Oké, nem ez lesz az. Ha pénisz arcú! Hát te ki vagy-e? Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know your kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Oké, le kell nyomnunk a rohadt entet, szóval ez nem egy annyira faszacucc. Oké, ezzel shieldet nyomok, értem. Faszom! Menjél már onnép!
ez nem lesz jó. Fuck! Igazából az a baj, hogy rohadtul nem tudom aktiválni. Nem tudom egyszerűen aktiválni gyerekek akkor, hogyha tényleg ekkora kurva a csúszás van itt a felvételben. Na mindegy, még egy utolsó nekifutás jó, aztán utána hagyom ezt a dolgot. Olyan pillanatokra, amikor nem kell ezzel foglalkoznom. Most ezt én skippelni tudom? Nem így. Na, és most itt egy skip, nem? Itt se engedi? Ezt nem mondod komolyan, hogy egyébként ezek totálisan ilyen... Ott van, skippelhető, tökéletes, nem lesz jó. Meg volt a köcsög! Francba! Áh! Bakker már! Jó, dögölné már meg! Áh, lassú voltam! Áh, jó van, tudjátok mit, ezzel most nem fogok szórakozni. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Rohadt jó, nagyon király, a harcrendszer egyszerű, mechanikák királyok, kurva cukik ezek a cuccok, jó? Tehát toljátok neki ezerre, hogyha éppen olyanotok van, hangulata jó, oké, szóval köszi szépen, hogy itt voltatok, minél hamarabb gyertek vissza, jó? És hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, kommentet, meg mindenképpen beszélgessünk egy kicsikét, jó? Köszi, sziasztok, szép estét!